Szerencsés helyzetben van nem csak a tolnai, hanem az egész hazai futballsport. A társasági adókedvezményeknek köszönhetően ugyanis rengeteg pénzt költetnek utánpótlás nevelésre. Most a Tolna VFC is ilyen vállalkozásoktól származó forrásból fejleszthet. Igaz, ők már eddig is fejlesztettek TAO támogatásokat felhasználva a városban. A TAO támogatásból, mivel ők látványsport tudnak egy jó nagy részt szakítani, és eddig is gyakorlatilag a város vagyonát növelték azzal, hogy a sportpályán és ott az öltözőben, a lelátóban egy nagyon komoly fejlesztést hajtottak végre, és nem egy fejlesztést, hiszen hosszú évekig már használták ezeket és fejlesztette, tehát a műfüves pályától elkezdődően a tavalyi évben került befejezésre a lelátó és a magának az épületnek a kibővítése és teljes felújítása, és most megint álmodtunk egy nagyot, és azt mondták, hogy ők szívesen segítenek abban, hogy a város nagy sportcsarnokát a sportutcában felújítsuk. A Tolna VFC-nél már régóta tervezik a városi sportpálya felújítását. Ennek érdekében tavaly költségtervet is készítettek, ami szerint nagyjából 200 millió forintból lehetne elvégezni a szükséges munkákat. Ebből a pénzből korszerűsítenék a pálya világítását, lecserélnék a folyosó padló burkolatát, a régi fém nyílászárók helyett modern hőszigeteltet építenének be, korszerűsítenék a fűtési rendszert, a tetőn végeznének munkákat és felújítanák a lelátót is. A mostani számítások szerint ehhez önerőre nem is lesz szükség, mert ezt az önerőt nyilván az önkormányzatnak kéne biztosítania. Mi most ahhoz járultunk hozzá, hogy tulajdonosként hozzájárulunk ahhoz, hogy a Tolna VFC pályázatot nyújtson be, és gyakorlatilag felújítsa ezt a sportcsarnokot. A tolnai képviselő testület tehát jóvá hagyta, hogy a helyi sportklub felújítassa a város sportpályáját.